Sziasztok! Én vagyok a következő. Köszönöm, Szücsi, hogy átadtad nekem a fonalat. És ez most nem egy olyan videó lesz, hogy hú, de jó, hogy itthon lehetünk, és hogy minden rendben van, de nem akarok nagyon siránkozni sem. Csak őszintén elmondani, hogy mit gondolok, vagy mit érzek, vagy tényleg, hogy hogy vagyok. Nos, itt vagyok egy kertben, tehát nincs hozzá dolgom. És tulajdonképpen tavasz van, és csipognak a madarak, és a fák virágzanak, úgyhogy én ennek nagyon örülök. De azért ez az újjászületés, de közben a gyász időszaka is. Sok mindent el kell most engedni, és ez nem könnyű, és nem mondom azt, hogy nem vagyok minden nap más állapotban, illetve más hangulatban emiatt. Hát egyrészt nem egyszerű elengedni azt az életet, ami eddig volt nekünk. Nem is tudtuk, hogy milyen kényelmesen és jól éltünk. És furcsa így visszagondolni, hogy akkoriban is mennyi mindent gondoltunk rossznak, holott most visszasírjuk sokszor. El kell engedni azt a biztonságos életet, amiben voltunk, és el kell engednem személyesen nekem például a színháznak azt a részét, amit eddig csináltam, mert a Városmajori Szabadtéri Színpadot vezetem a jövőben, ami egy nagyon szép feladat, de mégiscsak arról szól, hogy valami véget ér, ami nem múlik el nyomtalanul, vagy fájdalommentesen, hiszen 21 éve vagyok a Pesti Magyar Színház tagja, és nagyon-nagyon szeretem. Emellett az, hogy nincsen iskola, nem csak azt jelenti, hogy a gyerekeim itt vannak velem, egész nap, ami egyrészt jó is, másrészt azért néha felrasztó, hanem az, hogy a Pesti Magyar Színi Akadémia is most csak online működik, és sajnálom azokat a diákokat, akiknek ilyen kurtán-furcsán ér véget a tanításuk, illetve az a 2 vagy 3 év, amit nálunk tölthettek. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon szép évek voltak, és kár, hogy így ér véget. Egyben reménykedem, hogy ami lezárul, vagy hát ha becsukódik egy ajtó, ugye kinyílik egy másik, ez a közhely, de minden esetre, hogyha szeptemberben újra tudunk nyitni, akkor remélem, hogy el tudjuk őket méltón búcsúztatni, és talán még tudunk nekik rendezni egy utolsó vizsgaelőadást. Úgyhogy így vagyok én. Donna, gyere ide! Gyere ide! Gyere! Gyere! Itt van az én kutyusom is, Doni. Mutatkozz el be, Donikám! Igen, nagyon szép vagy. Igen, nagyon szép vagy. Úgyhogy ezért minden rendben van, de kívánok magunknak sokkal békésebb és nyugodtabb és aggodalmaktól mentesebb jövőt együtt, úgy, ahogy eddig. Sziasztok!